Na sziasztok srácok, én Pisti vagyok, és ma ellátogatunk a vadföldekre. Na, de itt van egy bejátszás, és szerintem nézzük is meg, mert lehet, hogy fontos. Na, úgyhogy most... I am not a liar. I have killed thousands. I have fed more drug fiends than the top three pharmaceutical companies combined. I have stolen children from parents, wives from husbands, wiped out entire generations. But lying? That I have never done. The rest are offenses against humanity. Lying is an offense against yourself. I am the head of the Santa Blanca organization. Which you call a cartel. Hú, hogy nézel ki? I dreamed of a land where we could grow our own coca, produce our own cocaine, where we could run our business free from interference from the police, the government, the army, the Yankees. In my dream, a woman's voice asked me. Sueño, mijo. What if you had your own country? Like Moses, I led my people to the promised land, Bolivia. We came here. We bought the coca fields. What we couldn't buy, we took. We bought the police, the military, the judges, the politicians. We were on the verge of becoming the government itself, on the razor's edge from fulfilling my dream. Of creating a narco state. The nation of Santa Blanca. Wow. Last week, a crude explosive detonated outside the U.S. Embassy in La Paz, Bolivia. Two Marine Embassy guards were injured in the blast. 2 days later, a CIA asset in central Bolivia provided us with these images. Our analysts have identified the individual in the photo as DEA Special Agent Ricardo Ricky Sandoval, my friend. Sandoval had spent the last 6 years investigating the local cocaine industry. Our understanding is that Sandoval was the intended target of the bombing. What the embassy bomb did not accomplish was completed up close and personal. Sandoval was captured, tortured, and killed. Then his body was dumped. We have yet to recover it. Our target, the group responsible for the embassy bombing and the death of Special Agent Sandoval, is the drug trafficking organization commonly known as the Santa Blanca Cartel. A szép hálózat. Yesterday, they were just narcos. Today, they're narco-terrorists. Initially, the Bolivian government resisted the Mexican cartel. They formed UNIDAD, a Bolivian special forces unit. It didn't go as planned. Thousands of bodies later, politicians, police officers, and journalists have become an endangered species. The Bolivian government has imploded on itself. With no other options, the new president made a deal with Santa Blanca. You stop killing our people, we'll look the other way. Since then, Santa Blanca has turned Bolivia into the nexus of the South American drug trade. With their friends in Mexico, they also have a clear pipeline to the U.S. and Canada. The only way to stop Santa Blanca for good is to completely dismantle them, piece by piece. The cartel is organized into four operations. Production, smuggling, security, and influence. At the top of it all is El Jefe de los Jefes, boss of bosses, El Sueño. El Sueño. El Sueño. Na srácok, itt vagyunk a játéknak a menüjében. Ugye ez a Ghost Recon Wildlands. Nézegettem róla videókat, és el is kezdtem játszani ugye a Division-nel is, az is hasonló játék volt, csak nem ilyen környezetben.
és rohadtul megtetszett a játék. Eleve, ahogy kinéz a játékmenet, a lopakodás, a taktikázás, rohadtul tetszik. Most elindul megint a videó. Nagyszerű. Szóval a taktikázástól kezdve minden rohadtul tetszett. És arra gondoltam, hogy megveszem, és végigjátszom. És még arra is gondoltam, mi lenne, hogyha én ezt megosztanám veletek, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy elég hosszú játék lesz, úgyhogy elég nagy fába vágom most a fejszémet, de veletek fogom a játékot végigjátszani, illetve hát úgy veletek, hogy megmutatom nektek, hogy én hogy játszom végig. Viszont, akinek esetleg megvan a játék, és játszana velem, és normálisan tud játszani, elmondom, hogy miért. Mert ha normálisan tudsz játszani, és összetudsz dolgozni más emberekkel, és tudsz lopakodni, mert én a játékot úgy akarom végigvinni, hogy a lehető legkisebb feltűnést keltsem, hogy végig fogom lopakodni az egészet, fel fogom mérni a területet, még mielőtt behatolok egy kis faluba, bárhova, végig hangtompítóval, mesterlövész puskával, amit el lehet képzelni, tehát nem fogok berambózni, széjjel gyilkolni mindenkit ész nélkül, szépen, okosan lopakodni fogunk. Na, szóval, hogyha tudsz így játszani, azt mindenféleképpen jelezd felém a kommentbe, és akkor keressünk időpontot, és akkor tudsz csatlakozni a játékomhoz, és akkor nem, egyedül fogom végigjátszani, nem lesz egy-egy olyan végigjátszós rész, ahol mondjuk valamelyik nézőmmel, vagy nézőimmel fogok játszani, megcsinálni pár küldetést. Na jól van, elég régóta megy már ez a kis bevezető, ugye az intrót láttuk, elmondtam ugye, amit szerettem volna. Kezdjük is el a játékot. Elkezdünk egy új játék, így inni. Még szerencsére a játék nem tölt sokat. Na, generáljunk egy karaktert. Nem tudom, hogy menjek férfivel, nővel. Össze megnézem a férfi karaktert. Anyád, hogy nézel ki? De van itt... Jaj, téged éjszaka nem nagyon vesznek észre. Meg téged se. Ez a Murphy eddig nem rossz. Meg Sparky sem Snake. Sparky... Menjünk Sparkyval. Sparkyt megnézzük. A szem színe, hát én azt mondom, hogy legyen ilyen kék. A szakál, hát így nincsen neki szakálla. Ilyen szakál, igen. Hát mindig is szerettem a körszakát, bár nekem sose sikerült úgy megnevezteni. Frisco. Ez ilyen coffos, az nem kell. Ez meg nem tetszik. Hát ez se különösebb. Wow. Ez viszont nem rossz. Ez lesz. Meg még van ilyen rasztás vonatos. De nekem ez kell. Kakastaré. Imádom. Ez meg a hajszín. Aha. Hát az meg legyen ilyen... Ez red. Ó, lehet színvak vagyok. Ez ők. Legyen fekete. Vagy barna. Ne, inkább legyen barna. Mert nekem is barna hajam. Ja, és akkor lehet ilyen kis sérüléseket rárakni. Hát én nem tudom, nekem valamiért mindig tetszett az, hogyha a háború megviselte már a karaktert, hogy legyen egy ilyen sérülés ugye szemünknél. Ez egy random fej. És ugyanezt a karaktert... Na, várjál. Először is rárakjuk a... Ez mi az Isten? Ja, hogy itt vannak ilyen izép... Pecsek, aha. Van 40 darab. Ez egy csomó le van zárva, ott egy láma. Meg egy farkas. Hát én ilyet nem fogok szerintem a táskára rárakni. Az a baj, nagyon sok időt el fogok itt baszakodni a karakterrel. Hát először is ez nekem nem kell. Ez egy sapi, nem kell. Headset, az minél kisebb, így. Igen. Kesztyű, hát a kesztyű az mindenféleképpen ez lesz, azt már tudom. És fekete. Így. Hátizsákra majd visszatérünk később.
És akkor van még nekem olyan, hogy ruha, felső, anyád van kapusznis felső is. Hol volt? Itt. Nekem nem kell kapusznis felső. Trikó. Így. És trikóból is ilyen... Hát az a baj, hogy a golyóálló mellénytől nem nagyon látni, hogy milyen. De próbálok egy picit a zöld terephez alkalmazkodni. Hogy legyen egy ilyen zöld... Habár ne, legyen inkább a trikó, szerintem lehet ilyen sötét... Ilyen sötét terep mintás. Ha ez a golyóálló mellény. Na most nem tudom, hogy ez mennyire van kihatással a védelmünkre, vagy mennyire nincs. De legyen ilyen pici rajta. Nem, így nincs is. Legyen ez. Legyen ez. Azért mégis valami legyen rajtunk. Nadrág. Na nézzük, nadrágok mik vannak. Farmer, zöld nadrágok. Jó, mik, milyen izék ezek-e? Te jó ég. Ja igen, én mesterlövészes, ilyen bokros. Az sem kell. Ilyen farmer, igen. Legyen ilyen, és ez is terepmintás. Így. Kicsit összeöltöztetjük. Ez meg a bakancs. Legyen ez a taktikai. Ez meg mi ez? Ja, nem, ez nem kell rá. Ez biztos, hogy nem kell rá. Szemvéd, szemüveg. Vagy ez. Legyen ez a szemüveg, ez tetszik. A maszkok. Hát, nem, maszkok nem kellenek. Ezt már néztem, headset, ezeket itt már csekkolgattam. Vannak ilyen speciális ruhák benne. Anyád. Hallott, te látsz valamit? Nem. Jó lesz ez, amit én beállítottam magamnak. És akkor vannak ilyen tetoválások. Én mivel nagyon szeretem a tetoválásokat, ezért a karakteren is lesz. Mondjuk ide berakom őt. A másik kézre, meg hát melyiket rakjuk rá. Rakjuk rá ezt. Az ilyen família. Melyik volt az, ami tetszett? Ez, ugye? Ez is tetszett. Igen. Vagy még itt van ez. Nem, jó lesz ez, így. Oké. Jó, és akkor van még egy olyan, hogy meg lehet nézni ugyanezt a karaktert nőben. Na most nőben így néz neki. Én azt mondom, hogy menjünk férfi karakterrel, így. Mi van még, amit be kéne állítani? Nézzük csak. Fej, igen. Ruha megvan, kesztyű megvan. A táska, hát persze, a táska is még ott van. Tehát a táska az hol van? Itt. Igen. Hát nem tudom, hogy a táska is milyen jelentőséggel van ugye a felszerelésünkre. Hogy most tudom én, több lőszer van, vagy kevesebb, vannak előnyök, hátrányok, legyen mondjuk ez a táska, és legyen fekete. Egy fekete hátizsák. Jó, viszont amire még kíváncsi vagyok, igen, ezek nem azok, ezek nem kellenek. Vannak olyan dolgok, hogy ezek ruhák. Szivar! Na, ezt a szivart már be is rakjuk ide a szájába neki. Így van. Ezt kerestem, a szivart. Tökéletes. Megvan a karakterünk. Ezzel a karakterrel fogom végigjátszani a játékot. Elmentjük a karaktert. Igen. Na. Hát én azt mondom, hogy menjünk. Hú, melyik nehézség legyen. Ez a normál. Én azt mondom, hogy menjünk normálon. Szeretem a kihívást, de ez most, ez a játék, ez most ne arról szóljon, hogy minél nehezebb legyen, hanem, hogy minél jobban élvezzem. Hát,
Először is elnézést kérek, hogy 15 perc eltelt a videóindítás óta. Na, most megint van valami bejátszás, úgyhogy megint csönd van. Ó, esik az eső. The agent they murdered. You knew him? He was a friend of mine. Hoppá, volt egy lag. Sorry for your loss. I could say it comes with a job, but it doesn't get any easier. No, it doesn't. És ez mind bejárható terület, és még be se látjuk az egészet. Hatalmas amúgy a pálya. Ugye a játékterünk kurva nagy. How'd you get in country? I flew in business class from Manaus. Hey, I'm refreshed and ready for work, right? I just hitched rides from Barranco, Peru. How about you? I got on board a bus in Huy, Argentina, and drank all the way to Villazón. Nobody wants to deal with a drunk on the bus. That explains why you smell like ass. I've heard rumors about you guys. I was a rookie field officer in Moscow when the coup went down. There was talk you were involved? Nah, it must have been someone else. We were never there. It's not every day you get to meet an urban legend in the flesh. Huh, you should tell that to my kid. Maybe he'd listen when I tell him to take the trash out. Is it hard being someone who doesn't officially exist? You tell me, Karen Bowman, international aid worker. I'm sure you've seen the horrible, fucked up shit humans are capable of when there are zero repercussions. But let me tell you right now, no matter how you compartmentalize, how you desensitize, you can't prepare for El Sueño. Mikor szállunk már le? He's got a religious streak that rates pretty close to delusion. Már lövöldözni akarok, már taktikáznék. If he's not in it for the chocha or the money, he's in it for the power. This joint task force, the CIA, DEA... Csim, ez a eső, villám, vihar, gyönyörű. Operation Kingslayer. Our briefing said there'd be a contingent of locals. The Qatar is 26. They're a group of rebels who've been giving Unidad and Salta Blanca some resistance. We'll meet their leader, Pakatari, as soon as we touch down. Bolivians have a long history of hating us Yankees, but this time, let's hope the enemy of my enemy will be my friend. But don't turn your back. Ah, szerintem már landolunk. Igen. Legalább nem zuhantunk le. Szevasz, bátya. Four soldiers. This is the help you promised. That's on the well promised. Mi van? Kevesen vagyunk? Hát figyeld, mert ez a kevés ember váltja meg a világot. As Americans, we aren't here, remember? These soldiers are the best covert ops team our country has to offer. Bazony. With their help, you won't need hundreds of soldiers. Are you familiar with the word Huber, Senora Bowman? Meet Pakatari, leader of the resistance group Qataris 26. We will be working with the rebels to destabilize Santa Blanca's organization. They've been fighting Santa Blanca and corrupt Bolivian officials for nearly 6 years now. We'll need to coordinate targets. There's no time for this. We have information on Amaru's whereabouts. Amaru? You found him? Amaru is one of the founders of the Qataris 26. More than that, her group is founded on his ideas. Without his theories of an agrarian proletariat, there would be no organized resistance against Santa Blanca and the corruption in our government. Amaru must be saved. If you were to assist my people, it would do much to earn my confidence. Where is he? We do not know exactly. We know he's in this province and that there is a Santa Blanca lieutenant who knows where he is.
I'll put a call into the activity, see if they can dig more intel out of the airwaves. Start looking for that lieutenant and keep me informed of everything via sat phone. Good hunting. Saving Amaru is important to our cause, Yankee. Make sure you don't kill the Santa Blanca lieutenant before you get the chance to ask him questions. Kireggeledik és mehetünk is. Vadföldek. Na, mielőtt elkezdjük a játékot. Jó van. Takarodj onnan, nem érdekelsz. A audiónál, hol van a music? A musicát azt kikapcsoljuk. Nem, legyen, mert így meg zavar. Legyen csak nagyon halkan. Így. Na, szóval itt vagyunk, itt a karakterünk. Itt lehet lőszert felvenni, illetve elvileg ugye a felszerelést kicserélni, hogyha hosszan nyom, vagy megnyomom az I betűt. Itt mutatja a fegyvereket. Ezek nekem már mind megvannak. De mi vannak meg ezek a fegyverek? Ha? Nos, komolyan, mi vannak meg ezek a fegyverek? Megvan a sniper, hogy lenne meg, mi lenne meg a sniper, azt majd meg kell keresni. Valószínűleg ezek azért vannak meg, mert ezek ilyen, úgymond ilyen bónusz fegyverek, vagy ilyen plusz fegyverek. Na, elvileg ezeken mind van hangtompító, úgyhogy ezekkel nem is fogunk foglalkozni. Viszont ami a játékban rohadtul tetszett, figyeljétek, csak remélem benne van. Iszonyat szép. Most így néz ki a karakterünk, és hogyha lehasalunk, és kicsit mocorgunk a sárban, akkor elvileg összekoszolódik a ruhája neki. Nem tudom, mennyire lehet látni, de koszos. Koszos. Na jól van, én azt mondom, hogy kezdjük is el szépen a taktikást. Beülünk szépen az autóba, és elindulunk. Rádió nem kell. A társaim azok nagyon jól tudnak teleportálni, mert itt ülnek már mellettem. Akkor kezdjük is el szerintem a legelső küldetésünket, ami ott van 2 kilométernyire. Wow! Kis zsip hogy viszi a terepet? Jaj, túl jól viszi a terepet. Remélem itt nem jön keresztbe senki, mert akkor kurva nagyot csattanunk. Menj már innen! Bocs, nem akartam. Hát, iszonyat szép ez a játék. Na, jó van, fél úton vagyunk. Ugye ebből már kitalálhattátok, hogy open world játékról van szó. Stealth, lopakodás. Imádom az ilyen játékokat amúgy. Na, szerintem meg is érkeztünk, jaja. Kézifék behúz, és kiszállunk a autóból. És ahogy ígértem, és tartom is magam hozzá, felfedezzük szépen a területet drónnal. Itt van egy ember. Ott is van egy, ott is. Igen, meddig tudok elmenni? Kb. Eddig. Megvan a célpontunk is. Az mi? Hoppá, ja, így drónnal föl lehet így fedezni. Oké. Ja, merül közben a drónnak a motyója. Lehet benne ilyet csinálni, be lehet jelölni ugye a ellenséget, és akkor nem nekünk kell kilőni, hanem majd a csapattársunk fogja kilőni. És azt föl lehet fejleszteni, egyelőre csak egyet lehet ugye így kijelölni, viszont a későbbiekben ugye lehet 2-3-at, és akkor egyszerre, ha emlékeztek a Future Soldier-re, akkor abban egyszerre 4 embert lehetett így kiütni, vagy kilőni. Üssük ki. Csá.
Így szépen végig fogunk lopakodni a pályán. Most ezt a kis fegyvert nem veszük fel, mert nem szeressük. Ja, most mondja a szinkronizált lövést. Azt most muszáj leszek megcsinálni. Mert őt kell lelőni. Mindjárt megvárom, míg felveszi a pozíciót. Megvan. Csak azért, mert nem látom, hogy be lenne célozva, na mindegy. Oké, egy megvan. És közben a pályán ugye vannak elrejtve ilyen dolgok. Ezeket meg kell jelölni ilyen kis poloskával, vagy én nem is tudom milyen jeladó ezek. És fogalmam sincs egyelőre, hogy ezeket mire lehet felhasználni. Valószínűleg tartom, hogy különböző fejlesztésekre. Úgyhogy érdemes szétnézni. Ott a csávókem. Igen, ezekből fejlesztéseket lehet majd ugye... úgymond fejleszteni, ez most hülyén hangzik egy picit. Ugye ezekből a tárgyakból tudjuk majd a képességeinket fejleszteni. Ajaj. Észre ne vegyél. Ez nagyon közel volt. Na jól van, akkor menjünk szépen erre tovább. Óvatosan. Nagyon óvatosan. Hol is van? Itt. Kilövitek? Lőjétek már ki, légy szíves. Köszi. Azt remélem nem látta meg senki. Itt van bent lőszer. Őt kéne valahogy elkapnom. Mert őt vallatni kell. Hallod? Menj már! Most ez komoly. Itt telefonál a csávó, a társa meg ide megy vele szembe és nem veszi észre. Ha vak vagy, baszki? Kussolsz. Adjál információt. Ez mekkora fél volt. Mindent akarok tudni. Persze. Yo, Sicario, what's up? Okay. Itt is van valami, amit be lehet jelölni. Kár, hogy nincsen hangtompítós sniperünk még. Na, akkor küldjük fel a drónt. Szerintem van itt több is. Nem, nincs. Ez is bőven sok. Nem baj, majd megpróbálom szépen egyesével őket. És elkezd esni az eső. Na? Megvan. Oké, elvileg kilőttem itt mindenkit, tehát most már nem fognak meglepni minket. És akkor itt bejelölgessük szépen. Jeladóval. Ez nem olyan hordó. Akkor ez az. Ezt kell bejelölnünk. Amarut kell kiszabadítanunk. Jó, mindjárt megyek és kiszabadítom én, csak először még ezeket itt el kell intéznem. Mert ezek nagyon fontosak, hogy tudjam a karaktert fejleszteni. Itt lőszer van, igen. Azt mondom, mindjárt újra töltjük, mondjuk most azonnal. Nem, mint hogy olyan sokat használtam volna. Meg itt van valami dokumentum, ezt is fel kellene venni szerintem.
Na jól van. Na, pattanjatok motorra, aztán húzzunk innen. Ó, várjál, skill menüt meg kell nézni. Squad. Ez mindenféleképpen kell nekem. Innentől kezdve két ember tudok bejelölni, ami azt jelenti, hogy egyszerre három ember tudok kilőni. És ez nagyon fontos. Hát... A francot, cross motor bírja a terepet. Kérdés, hogy mennyire. Hú, bakker! Azt a rohadt életbe. Azért jó óvatosan, mert életeddel ne játsszál. Rohadtul nem erre kellett volna jönni amúgy. Na, hülye korlát megfog. Csak azt nem tudom, hogy miért nem az úton megyek. Az túl egyszerű lenne. Itt egy folyó! Még egy! És a mellékutakat miért nem jelöli amúgy a radar? Hogy merre menjek? Miért csak a főbb utakat? Hú, az irányítás, azt nagyon meg kell szokni. Azaz. Kaktusz? Kő. Jobbra, egyenesen. Nem megyünk le sem erre. Levágjuk az utat. Így. Na. Tehát meg is érkeztünk. Tisztes távolságba elhelyezzük a motort. Legugolunk. És küldjük a drónt. Na nézzük, hanyan vannak itt. 1, 2, 3. Ott bent van a csávók, itt ki kell szabadítani. Itt is van egy. Bakker, azért vannak jó páran. Ott is van egy. Jó, szerintem elég sok embert be tudtam jelölni. Azt a rohadt. Na jó, hát itt nem tudom mennyire fogok észrevétlen maradni. Illetve fogok tudni. Bocsánat, kimaradt egy szó. Azért az a sniper, az csak jó jönne most. Na jó, megnézzük, hogy kik azok, akik nagyon... Ezt hol? Ezt hol vett észre? Ja, az autó! Menj már! Még jó, hogy nem foglalkozott velünk. Úgy különösebben. Ó, bakker. Ha egy mód van rá, halkan hallj meg, köszi. És ezzel riadóztatta is a többieket, mi? Hát nagyon úgy néz ki, hogy ezzel már riadóztatta is a többieket, pedig meg se szólalt. Na, viszont az ablak, hogy kitört... Arra simán felfigyelhetnek. De én bevállalós vagyok. Right at us, what's the word, boss?
Valahol ott van pedig. Igen. Geci, azt a fedezéket felborítom! Felborítottam a fedezéket. Hogy lehetek ekkora szerencsétlen, te? Oké. Ezek elfogytak. Akkor amit lehet, felfedezünk. Így. Más nincs, és akkor szabadítsuk ki a csávókámat. Lehetjük a lakatot innen. Hát ez egy elcseszett Tony Montana. Na jó van, én nem fogok szórakozni se motorral, se autóval. Ha már itt a helikopter, akkor éljünk a lehetőséggel, és akkor repüljünk. Bár nem tudom, hogy mennyire jó ötlet, mert annyira helikoptert nem tudok vezetni, csak a GTA-ban. Erre azért az oktatásnak nézzem. Igen. Ennyi. Hát ennyi. Így, de így le fogunk zuhanni. Szállj már magasabbra. De megy ez amúgy előre magától, nem? De. Ó, bazd meg, lezuhansz! De iszonyat amúgy, hogy megy, mekkora ez a terület, és ez mind bejárható. Gyönyörű és hatalmas, de tényleg. Na, azért játszottam én a bétával, az is nagyon tetszett, de így, hogy megvettem, és hát így sokkal jobb. Így jobb. Na, megpróbálok leszállni óvatosan. Azért nem volt annyira vészes. Nem zuhantunk le és életben vagyunk. Ez fontos. Itt van valami fegyver. Köszönöm. Már cserélem is le. A snipert. Adunk neki valami jó kis színt. Mondjuk legyen ilyen színű, így. Milyen szkópok vannak, csak ez egy... Igen, fejlesztések még nincsenek hozzá. Nem is baj. Szóval akkor ezt is színezzük már át. Ez viszont van szkópunk másik. Megnézzük ezt. Igen. Ja, színt át akartam még festeni. Anyád rózsaszín. Így. Na nézzük meg. Ó, itt a sniperünk gyönyörű lesz. Ijaj, de jó. Megnézzük a másik fegyvert. Ez meg ilyen lett. Ez az, nagyon jó, nagyon jó. És nem is nagy, nem néz ki rajta ki. Idiótán, nagyszerű. Na jól van. Fejezzük be akkor a küldetésünket. Hát nem úgy néz ki. Megkérdezed, hogy megsérültél? Nem, semmi baja. Were their names Yuri and Polito? Si, Yuri and Polito. These are the fucks that tortured Ricky Sandoval while Suenio questioned him. I want them bad. We only saw run-of-the-mill Sicarios when we freed Amaru. But I haven't seen Yuri and Polito in at least 3 days, maybe 4. I don't know where they are now. We need more intel. We'll search every village and camp until we find something. Somebody's gotta know something.
Gather documents, hack computers, interrogate hostile lieutenants, talk to civvies, whatever it takes. We'll turn over every rock. És srácok, innentől kezdve kezdetét veszi a felfedezés. Így van. Első küldetésünk kész is van. És innen mindjárt mutatom a térképet. Itt a térkép. Most ezek ilyen bónusz feladatok, meg lehet őket csinálni már, ha sikerül. Egyelőre ennyi van a térképből. Ezek mind új-új területek, feladatok, felfedezni valók, intelek, dokumentumok, majd még lesznek ugye fegyvertartozékok, minden lesz. És amúgy a térkép, figyeljétek, itt van a droghálózat, ebből gondolom, hogy kurva hosszú lesz a játék. Ugye most ezt kezdtem el csinálni. És valószínűleg tartom, hogy ezeket itt körbe meg kell csinálni ahhoz, hogy ő hozzá eljussak. És mindegyiket végig kell csinálni ahhoz, hogy az utolsóhoz, a legnagyobb kartelhez eljussunk. Na, szóval a térkép. Várja, mert van izé pontom. Ez viszont kettő kell. De megnézzük a fegyvereket. Drón. Night Vision. Az kell. Az mindenféleképpen kell. Night Vision. Éjszaka. Night Vision be. Hoppá. És ezt nem csak drónnál lehet használni, hanem amúgy is. Na. Mi lenne akkor, hogyha én azért raknák rá? Ja, lehet amúgy így utólag is szerkeszteni a karakterünket. Magyar zászló van benne? Van benne magyar zászló, csak le van lakatolva. Ne, kell, akarom. De nem ezt akartam, hanem ő. Sapit. Valami sapkát. Hát, milyen legyen. Full fekete. Legyen full fekete, de megnézem, hogy még milyenek vannak. Ők ez sem rossz, ez is tetszik. Ezek meg már le vannak zárva. Na melyik volt? Ez volt az egyik, ugye? Hol van? Ez. Legyen ez így. Oké. Okay. De mi ilyen kopott? Mi ilyen kopott a shopping? Valószínűleg azért, mert koszos. They're a key part of Santa Blanca's security operation. Remember to check out Bowman's briefing on their chain of command. Guy in charge of security is El Muro, the wall. Personal bodyguard and childhood friend to El Sueño. El Muro's little brother. El Sueño. Nasty piece of shit. Very active on social media. Head Sicario for the cartel. The hunt starts now. We want Sueño, we gotta work our way up the hierarchy. First targets are Yuri and Polito. We find the intel, we track them down, we take them out. Ezzel nem lesz gond, ez menni fog. Itt viszont valami videót meg tudunk nézni. There were four people in the room the night DEA agent Ricky Sandoval was murdered. El Sueño, the head of the Santa Blanca cartel. Ricky. And the last two were La Yuri and El Polito. Yuri and Polito met at a poor state-run hospital in Chiapas, where El Polito was doing his residency, and La Yuri worked as a nurse. It was love at first sight. Ooh. From the first moment their eyes met, they were inseparable. A love like no other. One day, a buchan named La Plaga walked into the room. Nézd, a Prince of Persia szakála van. It was touch and go for a while, but Yuri and Polito were able to save his life.
La Plaga was grateful. He showered them with gifts, invitations to the most exclusive parties, even a new car. And after a while, La Plaga made Yuri and Polito the personal medical staff of the Santa Blanca cartel. But that wasn't their main job. See, Yuri and Polito know about the human body. They know how much pain a person can endure before he'll die. They know how to keep a person alive and awake so they can feel the pain. And most of all, they know how to inflict that pain. That's what they do in Itaqua province. When Santa Blanca captures someone that refuses to talk, the Yuri and El Polito make them talk. They break people. Like I said, there were four people in the room the night Ricky Sandoval was murdered. Sueño, Ricky, Yuri, and Polito. They kept Ricky alive while Sueño tortured him. Non-stop for 47 hours straight. They broke Ricky Sandoval. Then Sueño executed him. Na jól van. Ez a videóval is megvolnánk. Hát, megpróbálom majd ezt a konvojt megállítani, de már csak a következő videóban, ha még elérhető lesz, mert ez mellékküldetés, és ezek random szoktak megjelenni. Viszont megpróbálom megnézni, hogy hol lehet a játékot elmenteni, hogy autómentés van benne. De szerintem autómentés van benne. Úgyhogy innen fogom folytatni a második videóval. Nem tudom, mikor igyekszem. Szerintem megpróbálok ilyen egy-két naponta publikálni ugye a játékból videót, és végig fogom játszani mindenféleképpen. És mint a videó elején is mondtam, hogyha van kedvetek, vagy valakinek van kedve, és tényleg normálisan tud játszani, jelezze felém, és összehozzuk, és akkor játszunk. Na, el is köszönök tőletek, úgyhogy ez a videó az ennyi lett volna, ugye az első küldetésen túl vagyunk, és akkor majd jön a többi szépen sorban. De az valószínűleg, hogy majd csak később. Ja. Igen. Igen. Na jó, srácok, elköszönök tőletek, sziasztok! Ha tetszett, akkor a lájkot tudjátok, mindig elmondom, meg a feliratkozást is, most is. Na, várjátok a következő részt, legközelebb találkozunk. Sziasztok!